rendben. Ebben a zárható szekrényben tároljuk a telefonokat, miután az első óra után behozzák a kollégák, ide betesszük, és akkor zárható szekrény, amely a biztonságát garantálja ezeknek a telefonoknak. Amikor az utolsó órára kerül sor, akkor ide jön a kollega, a titkárnő segítségével hozzájut a dobozhoz, és akkor visszaviszi az osztályba. Addig ez itt van elhelyezve. A 2024-25-ös tanévben egy újonnan bevezetett rendelet miatt korlátozni kellett a diákok mobil használatát. Kovács Miklósné, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda igazgatója mutatja stábunknak azt a szekrényt, amelyben elhelyezik az összegyűjtött mobiltelefonokat. Arra kértük az intézmény vezetőt, hogy ossza meg eddigi tapasztalatait az újonnan bevezetett rendszerről, és tájékoztassa stábunkat arról, hogyan is néz ki ez a gyakorlatban. Az első órát tartó pedagógus bevisz magával egy zárható dobozt, amelyben van egy füzet egy tollal együtt, és aki leadja a mobiltelefonját, annak az aláírása belekerül a füzetbe, és a mobiltelefonját pedig a saját maga által hozott tartójába beleteszi, és így helyezi el a dobozba. Amikor minden gyermek leadta, természetesen néhány perccel hamarabb mennek be a kollégák az órára, hogy ez az órának az idejéből ne vegyen el. A dobozt aztán elhelyezi a pedagógus az asztalon, és amikor vége lesz az órának, az első órának, akkor behozza a nevelői szobába, illetve a titkárságon van egy zárható szekrény kialakítva, és hogyha van a dobozban mobiltelefon, akkor abba a zárható szekrénybe elhelyezi. Egész nap ebben a zárható szekrényben őrizzük a telefonokat. Amikor az utolsó órára kerül sor, akkor az utolsó órát tartó pedagógus magához veszi ezt a dobozt, beviszi az osztályterembe, és amikor vége van az órának, kicsengettek, akkor visszaadja a gyerekeknek, akik ugyancsak aláírásukkal ismerik el, hogy sértetlen állapotban visszakapták a telefont. Igazgatónő hozzátette, a telefonok száma napról napra csökken. Azonban vannak olyan gyerekek, akiknek létszükséglet, hogy náluk legyen a telefon. Ilyenek például a diabétesszel küzdő gyermekek, illetve van egy hallássérült tanuló is az intézményben, akinek szüksége van arra, hogy az az eszköz, ami az ő jólétét biztosítja, működőképes legyen. Az iskolában tehát szerencsére zökkenőmentesen ment az új rendszer bevezetése. Minden diák elfogadta az általunk létrehozott szabályokat, és ezeket be is tartják. Egyelőre ebből nem volt probléma, mindenki becsülettel leadta. Mi kértük, hogy mindenki olyan tartót hozzon neki, amiben ő szeretné, hogy tárolja a telefonját. Van, aki erre nem tart igényt, hiszen ezek a telefonok már el vannak látva olyan védőeszközökkel, amelyek ezt nem igénylik. Van, aki egészen nagy dobozba rakja bele, ami a mobiltelefonjának a tartódoboza, és abba adja le. Tehát mindenki úgy védi a telefonját, ahogy szeretné. Néhány szülőt is megkérdeztünk a téma kapcsán. Utána jártunk, mennyivel változtatta meg ez az új rendszer a tanulók telefonos szokásait? Hát az én fiam gimnáziumba jár, úgyhogy szerintem nem viszi már az iskolába a telefont, így oldja meg ezt a problémát. Végül is nem lakunk messze, tudja nélkülözni arra az időszakra a telefont, amíg iskolában van. Egy hölgy riporterünknek elmondta, hogy nagyon jó ötletnek tartja ezt az új rendszert, hiszen a diákok túl sok időt töltenek a mobiltelefonok használatával. Ne telefonozzon, hanem tanuljon. Azzal foglalkozzon, amit a tanár mond. Ez érthető. Szünetekben, ha akarja, illetve már mint itt a kollégiumi szünetre gondolok, ott használhatja, ugye kollégista az én fiam is, kimenő időben nyugodtan el tud érni. Az órán meg ne tiktokoljon, meg ne csinálja a fesztivált, ne tegyen közzé semmiféle képet, mert az nem oda való. A magyar oktatási rendszerben bevezetett új rendelet nem egyedi, hiszen a mobiltelefonok használatát több európai országban is korlátozták már.